Csak ki be lehet húzni? Nem á, föl le nem. Én föl le akarom. Húzd már föl a segged egy kicsit. Sziasztok, ez itt a Skylab, én Benji vagyok, betakartam a kisbabát, de nem úgy, ahogy kéne. Ne iratkozz le. A mai napon pedig szimszezni fogunk, mert ahhoz van kedvem. És ugye elegem van az előző szimünkből, ezért újat fogunk kezdeni, és még fogalmam sincs, hogy mi lesz. Nem tudom, mi lesz a koncepció vele kapcsolatban, hogy hol fog élni, mit fog dolgozni, ahogy hozza a hangulatom most igazából. Teljesen spontánnal, mit kell ezen magyarázni? Most azzal fogunk kezdeni, hogy kockázunk, tehát kockázni fogunk, megnézzük, hogy milyen, hát így biztos nem fog kinézni. Tőle egyébként kávét vennék. Csinálj már nekem egy kávét, légy szíves. Te nyithatnánk amúgy kávézót is. Bizniszt? Az ugye nem lenne hülyeség, már nagyon régóta szeretnék ilyen bizniszt. Csináljuk bizniszt, csináljuk egy bizniszment, és akkor nyisson valami üzletet. Ráadásul a Get to Work kiegészítő, ezt már a legelején megvettem, szóval ebből a szempontból is előnyösek vagyunk. Tehát homeopátiás gyógyszert vennék. Abból a zsebedből árulod? Vagy ebből? Tőle lakást vennék, ingatlan ügynök. Nem tetszett az intro, úgyhogy újra vettem az egészet. A mai napon fogunk. Simszezni. Szóval simszezni fogunk, ezt a gép dobta, új karaktert kezdünk, mert az elegemből már elegem van, komolyan annyit hisztizik, mert össze-vissza kószál jobbra-balra, úgyhogy új karaktert kezdünk. Ezt a bácsit, ő Sims Gábor, gondolom. Szóval Sims Gábort, nem Sims Gáborra fogunk játszani, mert ezt a gépet, vagy ezt a játékot a gép dobta, ezt a szimet a gép dobta. Sims Gábor. Szervusz Sims Gábor, hogy érzed magad? Nyisd ki a szád. Nyisd már ki a szád, ja, várjál. Volt valahol, ki tudta nyitni, nem? Üdvözöllek a fogászaton, Sims Gábor. Úgy, köszönöm. Van egy lyukas fogad, az betömöm, jó? Itt legelől. Így, kész is. Be van tömve. De várja még leszedem a fogkövet, jó? Kész. Készen vagyunk. Legjobb haverodat szápa, holnaptól nem leszel diszkriminálva. Várjátok, mindjárt csak kitöröm a seggem, várja. Az, hogy itt vizes a seggem. Az energiaitalos doboz, amit iszom, hogy föl tudjam venni ezt a nyavajás gameplayt, anélkül, hogy elaludnátok. Én nem alszom el, csak ha olyan rohadt unalmas vagyok, szóval miattatok iszom. Miatt ti vagytok az oka. Ne vicsarogjál már, csukd már be a szádba, basszus. És ugye lecsapódik rajta pára, és akkor azt mindig le kell törölni róla. Mert különben vízben, vizes lesz a kezem, amikor megfogom az üveget, én vagy mi a dobozt, és vizes kezemmel fogom megfogni utána az egeret, és akkor minden tiszta víz, basszus. És ezért töröljetek segget. Dobjunk már valami normálisat egyébként. Mondom, normálisat. Egyébként pedig a lakáskulcsok, nem találom a lakáskulcsokat. Bocsi, nem láttad a lakás kulcsaimat? Hát igazából most itt pörgetgetünk random. Randomizálgatunk aztán talán valami. Ja, amúgy izét fogunk csinálni, bizniszment. Tehát vállalkozást fogunk építeni, egyéni vállalkozók leszünk. Katás egyéni vállalkozás. Azt akartam kérdezni, hogy te fegyverrel ölsz, vagy puszta kézzel? Nem biztos, hogy átmennék hozzá. Hozzá átmennék. Menő fazon. Mondjuk a nyakörvet, azt ki kell venni a füléből. Amúgy a random generátor még mindig bullshit ebben a játékban. Megnézitek, akkor barátunknak szakadt ruhája van. Tehát ilyen totál szakadt, és nézd, a game kapcsokkal van összefogva. Lehet, hogy ez valami hipster divat, én nem tudom. Meg egyébként, nem tudom, terhes vagy. Na mindegy, nem ezt akartam mondani, azt, hogy hány hónapos? De mindegy, nem ezt akartam mondani, azt, hogy custom made cipész által készített és előállított kézműves cipelő, meg a szakadt ruha az nem biztos, hogy egybe passzol. Tehát, hogy ez a random generátor, ez még mindig full bágos, halló. Te ez a Szabó Viktor. Ezt komolyan arra mondom. Nos, azt tisztázzuk itt rögtön a legelején, hogy valószínű nem lesznek nagyon videó bevágások, de igyekszem megjelölni a forrásaimat. Nézd meg. Esküszöm neked, ez a Szabó Viktor. Nézed már meg, megcsináltuk a Szabó, kidobta nekünk randomba a Szabó Viktort. Egy eszem megáll, komolyan. Te, ez a Szabó Viktor. Most komolyan. De, Viktor, itt vagy. Megtaláltalak Sims-ben. Te, milyen haja? Ja, ilyen kapucnis de amúgy kapucnis stimmel. De ilyen kapucnis szokott a fején lenni félig felhúzva, nem? Viktor, hova akaszthatom a kabátomat? Azt még megeszed. Na, ennyi volt a Szabó Viktorkodásból. A faszirak, ne nézzetek a szemébe, mert elvarázsol benneteket, nézd. Tehát ő egy mágus. Egyébként... Anyád! Körülbelül 15 percet pörgetem az embereket, és egy normális forma nincsen. Komolyan mondom. Jó, most nem, most vele nem lehet, nem, na, nem leszünk vele. Ezt azért ti is látjátok, tehát ebből nem bizniszmencsánk, hanem színészt. Alsó hangon. Ő fogja játszani a Harry Potterben a...
Sauront. És tényleg belőle induljunk ki, nem áll. Eltört a surf deszkátok. Ilyen hajjal írjál már nekünk egy anime openinget, légy szíves. No, ezt a cica fiút megtartjuk, hát ha vele fogunk játszani, de akkor csináljunk egy újat, hát ha talán jobbat. A cica fiút kimentettem, húzd már be a hasad. Bassza meg, hogy néz? De addig próbálgatunk mást is, na. Tehát ha nem találunk jobbat, akkor ő lesz. Ez a Gyurcsány. Basszus, adjatok meg egy normális embert, komolyan. A bajszom már megvan. De a szépséget továbbra is keresel. Hát ne a tükörbe keresd. Gördeszkázom, csak ketté törne alatt. Egy normális vállalkozó képű embert adjatok már. Komolyan, hányszor kell kérjem? Nézd meg, most ezzel indítok egy vállalkozást, az a vállalkozás azon mi fog történni szerintetek? Hát nem jó, sajnálom, nem jó. Uramisten, itt már azért nagyjából alakul a dolog. Tehát már közelítünk afelé, amit én elképzeltem, nézzük meg szakál nélkül. Hát igen, szakál nélkül amúgy a... Tehát a fő gonosz a filmekből. De ha rajta van a szakál, akkor úgy lehetne belőle egy valamire való üzletember. Még talán az arccsontján kalapálnék picit. Hát ez az állkapcsa. Mit mozgatok? Ez mi? Ez se nem az állkapcsa, se nem az arccsontja. Ez az, hogy mennyire szív. Így nagyon, így meg kevésbé. Ez az állkapcsa. Nem, az az állkapcsa. Na, ez. Nézzek. Hogy ez a szakáll? Mi ez? Szakáltorna. Ó, ez az, amit alapból adott, de... Tudod miért? A szemöldöke miatt, mert ilyen eszelős. Ha ilyen lenne a szemöldöke, akkor nem lenne olyan eszelős, de így... Legyen eszelős a szemöldöke? Csak a lakáskulcsokat szedjük már ki a füléből. Így, na. A gyerekek, most mondjátok meg, nincs egy komoly arca most, őszintén. Az, hogy túl komoly az arca. Legyen már kicsit barátságosabb az. Hogy kell csinálni? Nincs egy ilyen gomb, hogy legyen barátságosabb az arca, meg a haja. Ja, lehet azért, mert a haja túlságosan is ki van fésülve. Hogy ilyen valamennyivel messzibb haja. Aha, így. Tehát a Death Note-ból az L. Én vagyok L. Ez amúgy adja, csak valami normális színt adjunk neki. Egyébként pedig, ha engem kérdeztek, talán az alapszín volt a legjobb. Hogy hát, egy kicsit sötétítsük be így. Hogy ez így már nagyon... Hát nem tudom, na, nem babát akarok öltöztetni, játszani akarok. Jó, marad az alap, mindenből marad az alap, az arcából is marad. Nézzek, ha mosolyog, akkor azért barátságos, tehát azért vennéd tőle egy laptopot. Valószínűleg ilyen elektronikai üzletet csinálunk, vagy könyvüzletet, nem tudom, mit tudom én, milyen üzleteket lehet csinálni, valószínűleg mindenféle üzletet. Éttermet is lehetne csinálni. Nem tudom, valami vállalkozást csináljunk már. Meg írjál már egy anime openinget. Nem mondom, hogy gyerekkorában nem esett át pár traumán, de ugyanakkor meg kicsit ilyen nagypapás. Tehát ilyen háborús veterán. Ja, ezek a szemüldökök túleszelősek. Nézzük meg azt, hogy ezzel milyen. Ez így sokkal barátságosabb. Hát ez így már túl barátságos. És ha lefolyik a szemüldöke, az úgy milyen? Nézd. Ott csúrog a szélé lefele. Hát, egyébként vannak jó szemöldökök, csinálják vissza az alapot, és akkor ebből induljunk ki. Hát kicsit ez a kicsit bűnöző feje van. Meg a kerek szemüveg, ez nem biztos, hogy megy hozzá. Nézzük meg, hogy milyen lenne ilyen... Vagy ezzel a szemüveg... Zaher Gábor. Hölgyeim és uraim. Elkészült a Zaher Gábor. Át is nevezzük mindjárt. Tényleg ennyi rárakok három nyakláncot, az egyből átalakul emóvá. Mik ezek a stílusok? Gyerekek, találjátok már ki valami normális öltözködési stílust, ami nem abból áll, hogy három nyaklánc és el van intézve. Valami egyedit, na, komolyan. Jó, és szerintem megvagyunk akkor az arcügyileg, és nézzük meg még hátulról a haját. Aha, jó, oké. Okay. I guess, és akkor vállalkozói... Jaj, ne, úristen, ne. Mi ez a feszülős szar? Bár amúgy, ha már itt tartunk, kapjunk le róla mindent. Tehát a Zeke Jäger megirigyelni ezeket a mellizmokat. Mondjuk a segélyből vegyünk már vissza egy kicsit. Csak ki be lehet húzni? Nem áll. Föl le nem. Én föl le akarom. Húzd már föl a segged egy kicsit. Jó, van azért hagyjunk neki, legyen mire ülni. Nem? Na, őszintén. Húzd ki magad, és úgy, na, ennyit erről. X-szereket kapjuk le róla, meg a izét, cipőt, és akkor pakoljuk meg rendesen ilyen, hogy mondjam, ilyen vállalkozói ruhával, jó? Erre azt mondtuk, hogy ez túl feszülős. Egyébként ez a Zaher Gábor style, ez lehet adná. Adjunk rá egy nadrágot, hogy ne kelljen így egyszerűbben átlátjuk a dolgokat. De azt sem akarom, hogy ilyen komoly legyen. Tehát vállalkozó legyen, de azért ne ilyen komoly, legyen már lazább. Jó, ez lesz, amit a gép dobott, és akkor gyakorlatilag a haján kívül, meg a ruháján kívül semmit nem változtatunk rajta. Veterán pilóta. Jó, tudom, nagyon színész, de akkor nem néz... Tehát, hogyha nem csinálok normális embert, aki színész, akkor nem nézitek a videót. Azt figyeld. Egyéni vállalkozó. Tökéletes. Nyilván egyébként télen fogjuk kezdeni valószínűleg a játékot, mert hát tél van. Hát azért ennyire ne legyen minimalista. Vállalkozóknak ilyen színes nadrágjaik vannak, nem? Ez király, ez a nadrág.
Minden színbe tök jó. Te ilyen nad, gyerekek, ilyen nadrágot hol lehet venni? Ilyen nadrágot akarok venni magamnak. Na jó, lesz ez így szerintem, és akkor még egy cipőt rakjunk rá, mert megfázik. Ha már ilyen hipster lett, akkor valami ne hipster cipőt rakjunk rá, jó? Tehát valami normális, klasszik lábbelit, jó? Az a baj, hogy csak hipster cipők vannak. Például ez. Ez elég hipster, nem tudom, te mit gondolsz? Tudod, mi lesz? Tudod, mi lesz? Egy modern sneakert fogunk rá pakolni a faszira. Csak nem tudom, hogy hol, tehát ilyen, tudod, ez az ilyen nagyon modern, ilyen rohadt modern sneakert. Nem ezt a klasszikot, ezt, hanem az ilyen jövőből átcibáltat. Nincs olyan? Hát lehet, hogy nincs is olyan egyébként. Akkor csak az egyik szemem fog sírni. Komolyan mondom, nincs jövőbeli sneaker, gyerekek. Ez a izé van, ez a Steve Jobsos New Balance. De ez meg kell a fenének. Hát ez ilyen nagyon start, tehát ez ilyen vállalkozói cipő amúgy, de túl startup. Mi nagypályások vagyunk, nem startupot csinálunk. Na ez, ilyesmire gondoltam, tehát valami ilyesmire, mondjuk így, világosként. Csak már túl sok lesz a kék rajta, nem? Legyen ilyen zöld. Na, ez ilyen jövőbeli sneaker, és szerintem ennél jobbat keresve se találtunk volna. Hát ez már ilyen bowling cipő. Jó, akkor meg vagyunk ruha ügyileg. Nem tudom ti mit gondoltok, de nem is érdek. Luca Canici lesz a neve, mert én egy ilyen ember vagyok, hogy ilyen nevet adok a szímjeimnek, és akkor nézzük a tulajdonságait. Egyébként nem ártana menteni. Szóval akkor tulajdonságok, hát vállalkozó lesz, tehát vállalkozni fog nyilván. Nyilván a city native lesz, tehát ilyen városimádó, urbánus figura. Ennek megfelelően fogja ugye a vállalkozását is építeni a város központban, vagy valami üzlethelyiségben, vagy nem tudom. És akkor ehhez kapcsoljunk, egyébként itt mit ad ehhez egyébként? Ezt kell megnézni. Azt hiszem egyébként nem vagyok benne biztos, de mintha Panelsában is ezt választottuk volna, nem? Nem tudom. Hát boldogak, hogyha a saját környezetükben vannak. Ez végül is nem rossz. És akkor ezeket szedjük ki gyorsan. Ambiciózus lesz ez teljesen nyilvánvaló, vállalkozó figura, és az a baj, a mikrofontól nem látok semmit. Úgyhogy most ezt odébb rakom. Mit szálltak ezen a második? Ez elég érdekesnek tűnik, tehát ilyen kalandvágyó. És ezek az ember, vagy ezek a szímek azt írja, hogy egyedi élményekre vágynak. Ami azt jelenti, hogy valószínűleg lesznek ilyen vágyai, tehát a vágy szegmensben meg fognak jelenni olyan vágyak, amik arról szólnak, hogy milyen őrült, elképesztően extrém dolgot csináljunk, ami lehet, hogy tökre földobná a gameplayt. Úgyhogy ezt kiválasztom, mert ez tök király. Meg egyébként is ez is hozzátartozik, én szerintem, látod? Tehát a vállalkozó szellemhez ez hozzátartozik. És akkor még egy harmadikat keressünk. Itt van egy ilyen, ami arról szól, hogy erről. ez a lényege. Úgyhogy itt meg van egy csomó, várjál. Vicces, hogy ezeknek a nagy része, ezeknek a cuccoknak, amiket itt kiválaszthatok, ezeknek a nagy része egyébként ilyen mentális zavar. Tehát meg ilyen mentális rendellenesség. Most amíg elmegy a háttérben Szecsó, addig elmondjuk a kedves nézőknek, én és jó magam, hogy ez a cucc, ez lehet, hogy tök jó. Tehát, hogy itt dolgokat készít, és lehet akkor, hogy ezekből a dolgokból, amiket ő készít otthon a skilljeivel, mint például, nem tudom, valami upgrade-elt komputer vagy asztalos munka, azokat tudna eladni a vállalkozásában. Hát nem biztos, hogy a legjobb módszer egyébként, szóval én ezt most egyelőre hagynám. Jó, legyen maker, az cső. Na, vállalkozó szeret csinálni dolgokat, nézd meg, levegőt töfköd. És akkor ez mi? Itt van még valami? Ja, igen, ez az, ami sosem érdekelt minden. Na, készen van Luca Canici. Nézzétek, hogy milyen sneakered van egyébként. Tehát leirigy le a lábadról mindjárt. Te valami ékszert rakjunk már még rá. Minden vállalkozón van egy ékszer, nem? Azt mondja, hát szemüvege van, de valamit a nyakára is rakhatnánk egyébként. Valami nagymamától kapott aranynak láncot, vagy ilyesmi. Mert most a kezén vagyunk, valami órát mindenféleképpen. Vállalkozóknak amúgy ilyen színes órájuk mindig, nem? Volt rajta egy színes óra, azt leszettem. Piros óra? Hát, túlgagyi. Az ilyen steampunk óra, jól látom, nem tudok rá közelíteni. Aha, tehát ez egy ilyen Zeppelin óra. Búvár óra. Tehát amúgy egy ilyen búvár órát is adnék. Na, legyen ilyen. Hát ez már hipster, na, ez a hipster óra. Na, azt nem akarok, hipster órát, na, azt nem akarok. Nem lesz rajta óra. Csak kettő. Na, nem rakunk rá semmilyen hipster bullshitet, marad üresen. Viszont a nyakába rakjunk már valami aranyat. Vagy sőt, nem is, valami ezüstet, hogy menjen a szemüvegéhez. Vagy ez van ezüstből? Van, de nem látszódik. Miért nem látszódik? Hát rajta van. Nem látszódik. Hát akkor nem rakunk a nyakába semmit, mert nem látszódik, ez van. Akkor nincs rajta semmi, na. Hát akkor készen van, készen állsz a feladatra. Igazam van? Hadd nézem. Nyisd ki a szád. Nem biztos, hogy megfelelnek a fogaid. Milyen fogak vannak? Vannak ilyen... Jó, marad normális. Jó, még a skandináv... Még a bőrszínén módosul egy kicsit, mert olyan, mintha halott lenne.
No, hát akkor kész a színünk, a következő videóba megépítjük a házat és beköltözünk, és az azt követő videóba pedig elkezdjük az életét, ez lesz a sorrend. Hát sajnálom. Akinek a Sims gameplayekben az a része a kedvenc, amikor karakterrel játszom, azoktól most elnézést kérek, mert arra még most várni kell egy kicsit. Most megcsináltok a karaktert, a következő részben megépítjük a házat, és akkor így mindenki számára kielégítő kontentet tudok csinálni, és akkor utána fogunk tudni elkezdeni játszani. Egyébként nekem a házépítés a kedvencem, bár ezzel szerintem nem mondok egy nagy titkot, úgyhogy most néhány szót még a sorozatról, tehát nyilván a Penthouse Project is folytatásra fog kerülni, meg mindenféle, amit az előzőekben mondtam a panel sámához, az most átvonatkoztatható erre a karakterre, tehát most ezzel fogunk szimszezni, na ennyi a lényeg. Csak már untam azt, hát már több mint egy éve nyomatom. Azt még így sem tartunk sehol, érted? Úgyhogy ez lesz, ha tetszik, lájkold, ha nem iratkozz fel. Én Benji voltam, hamarosan találkozunk, mindenkinek cső.